Na lássuk, mai videóban, srácok, a ti videóitokat fog megvágni, úgyhogy ez érdekes lesz, soha nem csináltam még ilyet, biztos, hogy sokáig fog tartani itt nekem jelenleg ebben az időben, de a videóban így össze lesz foglalva. Úgyhogy lássuk, miket küldtetek be, kiírtam szakasson. Turi Lászlótól kaptam egy drive linket, 4K 60fps-ben vett fel dolgokat. Ahogy nézem, ezek valamilyen rolleros dolgok lesznek, letöltöm az egészet, és hozzálátunk az egésznek. Háromféle programot fogunk ma használni. Az alapprogramot, amit én használok nagyon régóta, a Sony Vegas, nagyon sok mindent meg tudok benne csinálni, és sokkal gyorsabban tudok benne haladni, mint mondjuk egy Premiere-ben, de ennek ellenére a Premiere viszont jobb. Úgyhogy lehet, hogy lesz Premiere is a mai videóban, illetve hogy a végén szeretnék valami nagyon-nagyon összetettet csinálni, akkor még az After Effects-et fogjuk megnyitni. Ez három, esetleg még Photoshopot, hogyha arra szükségünk van, de szerintem nem biztos, hogy lesz, majd meglátjuk, miket küldtetek be. Nagyon fontos vágóprogram, nem nagyon számít igazából. A Sony Vegas egyébként egy tökéletes vágóprogram elkezdeni tanulni ezt az egészet. Hogyha már ügyesebb vagy, akkor mehetsz Premiere-be, hogyha összetettebb dolgokat akarsz csinálni, akkor ott szintén a Premiere, After Effects, stb. Mindenki meg tudja találni magának idővel, hogy mi az, ami neki a legjobban fekszik. Nekem a legtöbb YouTube videóhoz mind a három kell. Valószínűleg ebből a rolleros videóból, ahogy nézem, egy biztos egy montás dolgot, csak belenézek egy klipbe, hogy milyen. Majd egyszer belenézek egy klipbe. Több mint valószínű, hogy egy montást fogok összevágni ebből, valami nagyon rövidet, egy ilyen sűrített 20-30 másodperces valamit, ehhez viszont szükségünk lesz egy zenére. Letöltöttük a fájlokat. Na most, egy montásnál nagyon egyszerű, az a lényeg, hogy találjunk egy struktúrát. Legyen egy eleje a videónak, ami felépítkezik, és közben a végén, hát hogyha nem is leépül, de azt a szintet tartja. Na most, nyilván itt látjuk azt, hogy vannak olyan vágóképeink, ahol Laci, nem hívhatlak így, felvette a rollerjét közelről, előről, hátulról, körbe, ez indulásnak szerintem tökéletes lenne. Kérdés az, hogy nekünk vannak olyan felvételeink, ahol ez a rollerral van egy közlekedés is, vagy pedig nincs. Van közlekedés. Van egy közlekedős részünk. Én ezt több mint valószínű, hogy hát, mivel itt nem tudjuk a közlekedést úgymond megvágni, ezért lehet, hogy az elejére vágjam be? Elejére vagy a végére? A többi klipből viszont lecsípjük azokat a pillanatokat, amik használható. Úgymond jól mutatnak. Szóval mi a fölösleget leszedjük az összes klipről most. Oké, nagyon egyszerű, kettő fázist csináltunk, kettő végletet. Az első, amit itt láthatok, az szinte csak a rollert mutatja be, szóval ha most ezen végigmegyek, csak azok a vágóképek vannak, amik úgymond körbe-körbe bemutatják a rollert. Ezt fogjuk összevágni a zenére, és a végén, csak hogy legyen valami csattanó is, összeszedtem azokat, amiket fel lehet használni olyan dolgokra, ami már kicsit így mozgósabb, és le tudjuk zárni úgymond a videónkat. Behúzzuk a zenét. A zenénél meg kell találnunk azt a pontot, ahol van egy drop, ahol van egy ilyen valamilyen nagyobb történés, és annál a nagyobb történésnél, annál a dropnál fog majd megint elfetettem a nevedet, nem haragudj, László, elhajtani a rollerral. És addig mindig szépen építkezik fel a videó. Ahogy nézzem, itt a sávban, látjátok, itt sokkal halkabb a zene, és itt valami beindul, de leginkább itt kezd el valami történni. Ez tökéletes roller bemutató zene. És itt a zenét úgy fogjuk elindítani, hogy szépen lassan, és a vágóképeket is szépen lassan, és ritmusra fogunk vágni. Ritmusra vágjuk meg a dolgokat, alul a zenesávnál látjuk, hogy hol indul egy másik felvétel. És amit hallhatjátok, itt vannak ritmusos ütemek, szóval ez a tü-tü. Ez nekünk azért jó, és azért választottam ezt a hosszabb klippet ide, hogy meg is tudjuk nyújtani egy picit, meg lehet az elejére is visszarakunk. Itt bele tudunk vagdosni. Tü-tü. Be is tudjuk M betűvel jelölni őket. Itt picit kivágunk a mi klippenkből, és mint hogyha így előre ugrálna, nézzétek. Tü-tü. Nagyon-nagyon számít az, hogy mit érzékelsz a füleddel szerintem egy videónál, és utána az összhatás is sokkal jobb. Na most, tökéletes példa, mi van akkor, hogyha felhasználtuk az összes nyersanyagot egy bizonyos zeneintervallumban, viszont a mi zenénk csak itt kezd el nagyon beindulni, ennél a pont, itt indul el nagyon a zene. Ide elkezdjük összevágni ugyanígy ritmusra a maradék részt a rolleros dolgokból. Na most, mivel itt valami nagyon felépül, ezt halljátok, ez a zzz. Ide kicsit
be fogjuk gyorsítani a mi klippünket. Na most, van egy problémánk, amit látjátok. Elkezdtünk vágni, és ez nekem sokszor van egy vlogvágása közben, elkezdtünk vágni valamit. És közben kiderült, hogy nekünk itt igazából erre a középső zene részre abszolút semmi szükségünk nincsen. Ezért ezt így, ahogy van, én kiszoktam törölni általában. És megfogom ezt az egész dolgot, amit én itt utólag megvágtam. Áthúzom ide. És annyit fogok csinálni, hogy a zene részét itt középen átfédelem, úgymond. És igazából nagyon egyszerű dolgokkal csináltunk, szerintem valamennyien. Megnézzük. Lalalala. Slow. Mit csináltunk? Semmi extrát. Semmi extrát. Fogtunk egy zenét, és ritmusra rávágtuk, amit az alapján, amit hallottunk, a mi videónkat. Ez lett az eredmény. Tóth Gábor küldött nekem egy drónos felvételt, így néz ki jelenleg. Elüti egy baseball ütővel az egészet, a drón hátra megy, és megáll a végén? Kicsit lemegy a végén. Na most, ez tök jó, csak lass. Behúzzuk a klipünket ide. Eleve az ütés szerintem nagyon lassú, szóval már összességében, amikor lendíted az ütőt, már szerintem itt elvághatjuk a mi klipünket. És itt indul el a drón pontosan. De már itt a lengést én egy kicsit összébb húznám és felgyorsítanám. Még egy picit. Még egy picit. Igen. És a drónt szimplán egészen addig, amíg meg nem áll, felgyorsítjuk. Negyed akkora lett a mi felvételünk, rakunk egy kis hangeffektet. A hang nagyon fontos, srácok, bármit csináltok, a hang egy videón rengeteget dob, úgyhogy mi rárakunk erre egy valami szimpla. Rakhatunk alá egy zenét. Így csináltunk ebből ezt. Burn it down to the ashes. Fan the flame until it catches. Nagyon egyszerű. Mi volt az elsőben? Semmi. Ritmusra vágtunk klippeket. A másodikban ezt egy kicsit következő szintre emeltük, ugyanúgy ritmusra indult el a baseball ütős lendítés, viszont aláraktunk még hangeffekteket, mert a hang az nagyon-nagyon sokat számít, és mi is hozzá tudunk adni még a videóhoz külön extra hangeffekteket, és begyorsítottunk egy felvételt, szóval megvolt egy ilyen dinamikus mozgást vittünk az egészben. A harmadik videóhoz hasznosítani fogjuk az összes eddigi dolgot. Toldi Bálintól kaptam, szia Barni, tipikus B-roll kliphez jó kezek, ott is van, amit én hoztam ki vele, csak szar lett a kologré. És hogy nézem, ez egy eléggé összetett kamera előszedős, metróba beszállós, drón összeszerelős valami lesz. Itt ezt az egészet most nem fogjuk lépésről lépésre megcsinálni, hanem ezt most gyors összevágom, és utána végigmegyek rajta, hogy mit csináltam az egész klippel. Úgyhogy timelapse? Ja, legyen egy time. Alakulunk, ez körülbelül hát egy olyan 40 percbe tellett most, úgyhogy nem vettem fel végig az egészet, viszont röviden menjünk rajta végig. Alakulunk, azt kell, hogy mondjam, ez már úgy használható lehetne egy vlogban. Amit láthatjátok, illetve hallhattátok, nagyon sok olyan elemet vittem bele a videóba, amit extra hozzáadtam. Szóval például az elején, hogyha leveszem a zenét, akkor tudjuk ezeket jól meghallgatni. Már eleve ezt valamire felkészít téged a videó, most semmi zenét nem fogtok hallani. Háttérben a metrózaj, ezt is le tudnám venni, hogyha akarnám. A kamerának a shutter, illetve lelövés gombja.
utána van egy cipzározás, amit láthatátok itt, ezt az egészet átmaszkoltam. Ezt úgy kell elképzelnetek, hogy amikor Bálint, amikor beszállt a metróba, ezt az egészet én igazából levágtam, és már átmentünk arra, hogy kicsomagolja a drónt. Ez igazából maszkolni, hát most nem fogunk ebbe konkrétan belemenni, de képkockánként van az egész megcsinálva, ki van szedve a metrónak a belső, amit látjátok. Utána kicsomagolt a drónt, itt is hozzáadtuk a hangeffekteket, ahogy ezt képzeljétek el, hogy ez a hang, ez a propeller görgetős hang, ez igazából egy kartondoboznak a felnyitása. Hozzáadtam a drón indulás hangját, egy meg még egy, és hát ez itt annyira nem nagyon élik ide, ez a sólyom hang, igazából szerintem valami veréb lehetett, szerencséd volt, hogy ott a felvételben pont elment, de egy ilyet hozzáadtam még, hogy esetleg nem oly lepkédet, ez így fel tudja dobni, illetve a végén, ami most már tényleg az összetettebb és egy következő szint volt, kicseréltem az eget a Citadellánál, ezt lehetett volna szebben is egy picit, de ennyire ügyes még annyira én sem vagyok, de szerintem azért nem lett rossz. Ezt pedig After Effects-ben csináltam meg ezt az egészet. Ebbe most belemenni, srácok, hogy ezt hogy csináltam. Nagyon röviden van egy olyan tool, hogy Rotobrush, azzal kijelölöd az egész égboltot, képkockánként végigmész, ezt az After Effects összerakja. Én utána mindig úgy csinálom, hogy berakok mögé egy valamilyen teljesen másik szint, és utána azt csak ki kell kulcsolni, úgymond. Szóval, most azt már kitöröltem, tök mindegy, így készítettem el az égcserét is, így legalább a Citadellás drón felvételet egy kicsit felspájszoltuk. Arra gondoltam, hogy még egy utolsót megcsinálunk, az szintén After Effects-et fogunk használni hozzá. Kaptam egy nagyon szuper felvételt egy nagyon szuper autóról, Tóth Vincent. Vincenttől kaptunk egy ilyen felvételt, és én nekem itt egyetlen egy dolog hiányzik ezen az autón, az pedig nem más, mint a fények. Úgyhogy kicsit felkapcsoljuk a fényszórót ezen az autón. És arra gondoltam, hogy ha mindezzel megvagyunk, egymás mellé rakom az egész mai anyagot. Fuderék csináltam, miért nem biztos, hogy nekem is menni fog elsőre. Az első és legfontosabb dolog, behúztuk After Effects-be a cuccainkat, hogy a mozgást letrekkeljük, hagyjuk, hogy a gép feldolgozza és megtanulja azt, hogy milyen kameramozgás van a mi klipünkben, úgyhogy rámegyünk arra, hogy track motion. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy kapunk egy ilyen kis négyzetet, ezt kicsit felnagyítjuk. Valamit kivágtam, mert elcsesztem az egészet. Kezdjük előről, mert miért ne ráérünk. Itt vagyunk After Effects-ben, tényleg elment fél óra. Megyünk erre, és kapunk egy ilyen kis négyzet dolgot. Ezt rárakjuk a lámpára, mondjuk így ide, és akkor nem fog elcsúszni több, mint valószínű, meg kicsit ilyen kontrasztos helyre kell rakni, ahol tudja érzékelni a program. És ezt az egészet hagyjuk, hogy lekövesse nekünk most végig itt az autónál a lámpákat. Így az After Effects megtanulja, hogy hogyan mozog a mi klippünk. Szóval tudni fogja azt, hogy milyen mozgás van benne. Követi a lámpánkat végig. A végén majd biztos, hogy el fog csúszni, mert a kocsi el fog haladni előttünk, de az ideig el fog tartani, úgyhogy hozok gyorsan mit inni. És most fog elcsesződni az egész, mert a kocsi el fog haladni a kamera előtt, és teljesen meg fog hűlni, mint csúszik össze-vissza. Ami nem is baj, mert nekünk ennyi bőven elég. Na most, ezek a sok kis pont, ez azt jelenti, hogy a programunk megtanulta, hogy pontosan mi történik. Mi a teendő? Nagyon egyszerű, rámegyünk arra, hogy layer, berakunk egy új nullt, megkérdezzétek meg, hogy ez mi. Belerakunk, kellenek nekünk fényszórók. Azt se kérdezzétek, hogy mérgenyúarc ennek a neve. Ezt még annak Dávidtól kaptam, úgyhogy valamiért nem tudom, ő így nevezi el a dolgokat ezek szerint. Átrakjuk normálról screenre. Ezáltal teljesen kiszedi nekünk a hátteret. Visszamegyünk a videoklipünkre, belekattintunk, rámegyünk arra, hogy edit target, kiválasztjuk a nullt, azért adtuk hozzá. Utána az egészre rámegyünk, hogy apply, X és Y, és elméletileg, hogyha most a mi fényünknél itt a genyóarcnál van egy ilyen kis logó, ezt ráhúzzuk a nullra, akkor ennek a logónak végig rajta kell maradnia a kocsin. És ott is van. Végig követi a lámpát pontosan úgy, ahogy mi azt rátettük. Viszont mi nem akarjuk ezt az egészet már most
hogy felvillanjon, hanem mondjuk csak egy út közben valahol, mondjuk, hogy elindulok normálisan, jújj, de jó. Ez a szépség ennek, amikor valami nagyon menőt hozol össze, viszont ott van még egy lámpánk, hogyha azt is gyorsan megcsináljuk. Elméletileg srácok, hogyha indulunk, puff, mindkettő cucc felvillan, és extrém videoklippünk lesz. Elméletileg, boom, felkapcsoltuk a lámpákat a kocsikon, ami száguld. Igazából kész vagyunk, srácok, köszönöm szépen nektek a beküldött nyersanyagokat. Összerakom az összes mai vágott dolgot egymás mellé, és nézzük meg, hogy miket csináltunk ma. Hogyha még tetszett, elcsesztem. Ha még nem vagytok feliratkozók, iratkozzatok fel, és ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, nézzétek meg az előző videót is, ott valami gabasz volt, úgyhogy nézzétek meg mindenképpen, illetve találkozunk szombaton újra. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Csinálunk egyet majd fordítva is, mert mondjuk én adok nektek klippeket, és nektek kell volna itt összevágni. Úgyhogy sziasztok, nézzük meg, hogy mit csináltunk ma.